Pénzes Győri közéleti magazin. Hírek, aktualitások. Hát kedves polgármester úr, itt vagyunk december 16-án, a karácsonyi ünnepségetek készülődik éppen. Hogy érzed magad, hogy látod? Köszönöm szépen, jól érzem magam. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény egy méltó lezárása lesz az évünknek. Egy kicsit mindenki karácsonyi hangulatban van, már nagyon sokat készültek a lakók, illetve a fellépők az ünnepségünkre, úgyhogy nagyon, nagyon nagy kíváncsisággal várom, még magam nem láttam, úgyhogy nagyon nagy kíváncsisággal várom. Én biztos vagyok benne, hogy egy nagyon hangulatos és ünnepre hangolódós ünnepélyünk lesz. És hát ez az év is nektek is nehezen indult, mint minden kis településnek, úgy gazdaságilag. Hogy látod az éveteket, hogy tudnád összefoglalni pár mondatban? Hát pár mondatban nehéz lenne, de úgy, ahogy mondod, tehát gazdasági és számtani szempontból az idei év az meglehetősen nehézre sikerült. Tehát az évelei költségvetés megtervezése, a háborús folyamatok, az inflációs folyamatok, erre kiható gazdasági negatív hatások mind elértek minket, és ostromolták a költségvetésünket. Én azt mondom, hogy itt így az év vége felé már kijelentetem, hogy túléltük. Az önkormányzat hál' Istennek stabil anyagi alapokon nyugszik, aminek nagyon örülök. Ezeket a költségekkel fel tudtuk venni a versenyt, magunkra tudtuk ereszteni ezt a nehezedő súlyt. Nyilván egész évben folyamatos kontroll alatt volt a költségvetésünk, hogy rendben le tudjuk ezt az évet, hiszen a mostani árak mellett ezek a költségvetési számok hamar el tudnak úszni, úgyhogy nagyon örülök, hogy így alakult az évünk. Reménykedem egy jövő évi kellemesebb, jobb évben. Bízom benne, hogy így lesz. És hát sokat fejlődött az elmúlt időszakban Pénzes Győr, úgy, mint a infrastruktúra által, akár pályázatok, akár önerő tekintetében, tehát fejlődtetek. Hogy látod ezeket? Hát 19 októberében egy borzasztó nehéz, nagy problémákkal küzdő önkormányzatot sikerült átvenni. Ami történt az elmúlt 4,5 évben, az csoda. Tehát rengeteget pályáztunk, az anyagi gondjaink megoldódtak, sikeres pályázatok voltak. Én nagyon-nagyon köszönöm dr. Kovács Zoltánnak, hogy mellé állt a településnek, és támogatta úgy, hogy egyébként a többi hozzátartozó vidéki falvat is. Nagyon-nagyon nagy közbejárás az övé, amiből tudtunk építkezni és előrébb menni. Egy bámulatos 4,5 évről beszélünk. Van-e valami tervetek, ami kardinális, és mindenképpen szeretnétek megvalósítani már a jövő évben? Ami állandó probléma és hosszú évtizedek súlya, az a szennyvízhálózat, amit a rációját nem tudom, hogy mennyi ráció van a jövő évben, hogy ez megvalósuljon. Én bízom benne, hogy magas, hiszen egy elsődleges karszvízbázis felett levő település, és a karszvizeinket úgy gondolom meg kell, hogy védjük, és egyébként ez a kormány álláspontja is. Én bízom benne, hogy ez erre mi hamarabb forrás kerül, és meg tudjuk ezt oldani. Ez egy hatalmas szikla kerülne le, mind az én vállamról, mind a település válláról. Ez egy nagyon nagy probléma. Illetve nyilván vannak az ember fejében millió ötlet, terv, fejlesztési javaslat, amit nagyon, nagyon, nagyon szívesen megvalósítanék. Hát az a jövő zenéje még, hogy mennyire sikerül megvalósítása. Én mindenképpen rajta leszek rajta, dr. Kovács Zoltán. Meg úgy gondolom, hogy így is segítő kezet nyújtott továbbra is, megteszi azt. És hát pályázati sikerekről tudnál-e nekünk beszámolni? Igen, hál' Istennek a nehéz körülmények ellenére is tudok beszámolni. A Hungarokontor által kiírt pályázaton Pénzes Győr község mintegy 3 millió forintot nyert el, amellyel a vendégházainkban lévő 32 darab ágyat fogjuk lecserélni, hiszen már öregek idejét múltak, és mivel önkormányzati vagyon a vendégházak és egy bevételi forrás is, így mint a vagyonmegőrzés, illetve a
a komfortosság, illetve az állag megóvás céljából is szükség van erre a beruházásra, amelyre ez az összeg egy jó indulólap lesz majd a jövőre tekintve. Az év eleje Magyar Falu programban árgus szemekkel vártuk a Magyar Falu programot, hiszen a kormánynak egy olyan fantasztikus kitaláció ez a Magyar Falu program, ami a vidéket magas szintre emelt az elmúlt időszakban. Viszont az év eleje etéren a Magyar Falu programban nem volt aktív, illetve volt Magyar Falu program kiírás, de ez kimondottan településünkre akkor nem felelt meg. De most az év második felében úgy néz ki, hogy sőt biztosan lettek kiírva új, a már meglévő hagyományos programelemek, amelyben majd szeretnénk majd pályázni. Felcsillant a szemünk, meg a reményünk is, úgyhogy megyünk tovább, pályázunk, és bízunk benne, hogy sikerülni fog. Hát nagyszerű hírek, és hát itt az év végén mi az, amit üzennél a falu lakosságának, az embereknek? Pihenjenek, a legfontosabb, hogy pihenjenek, hiszen ez a mostani pénzügyi világ, ami gyakorlatilag profitorientált, ez rányomja a családokra, hogy kevés együtt töltött minőségi időt tudnak tölteni. Mindenképpen szóljon a családról, ne a mértéktelen ajándékvásárlásról, az egyet töltött időről, szeretetről, hitről, és én úgy gondolom, ezek azok, amik a mai világ szomjaz, hiszen az ember körbenéz a világban, szörnyű dolgok történnek, és ebben bízom, hogy a jövő év ben már mentesül az emberi társadalom ettől a nyomástól, mint a háborútól, mint az anyagi nehézségektől is. Hát, köszönjük szépen, és sikereket kívánunk Pénzes György községnek a jövőben is. Köszönöm szépen nektek, és kellemes ünnepeket kívánok. Köszönjük.